ékességben könyörögjünk az Úrhoz. A mennyei békéért és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. Egész világ békességéért, Isten szent egyházainak jólétéért és mindnyájunk egyesítéséért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen szent hajlékért, s mindazokért, kikire hittel, buzgósággal s Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Isten szerető Fülöp metropolitánkért, Atanász püspökünkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédő papságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, s azokban lakó hívekért könyörögjünk az Úrhoz. Levegőnek kedvező mérsékletért, a föld terményeinek bőségért és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. A hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért, ezek szabadulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Isten szolgáért, Ilona, János, István, Margit és a család többi elhunyt hozzátartozóinak boldog emlékéért, összes szándékos és nem szándékos bűneinek bocsánatáért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy elítélés nélkül jelenjenek meg Krisztus félelmetes ítélő széke előtt, hogy helyeztessenek el lelkeik az élők sorában a világosság helyén, ahol minden szentek és igazak megnyugosznak, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentsen meg minket minden apúrástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmaz, ments meg, könyörű, és őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Szentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynékat, az Isten szülő és mindenkor Szűz Máriát minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor, s örökkön, örökké. Thank you.
Szent Léleknek, most és mindenkor is örökkön örökké. Amen. Atyáltoztál színedben a hegyen, Krisztus Istenünk, mert mutatál a mi tanyainak dicsőségedet, amennyire láthatnád. Én bőkérdelt és bűnös szemben, a Atyátok nincs sok.
evangélium által én adtam nektek életet Jézus Krisztusban. Azért kérlek titeket, legyetek követői. Ékesség néged, bőzesség, igen, leszél. Abban az időben egy ember lépett Jézushoz, térdre hullott előtte, és így szólt: Uram, könyörű fiamon, holdkóros szegény és kínlódva szenved, mert sokszor tűzbe esik, máskor meg vízbe. Elhoztam tanítványaihoz, de ők nem tudták meggyógyítani. Jézus így válaszolt: ó hitetlen és romlott nemzedék, meddig leszek még veletek, meddig tűrlek titeket? Hozzátok őt ide hozzá. Erre Jézus ráparancsolt, és az ördög kiment belőle, a gyermek pedig meggyógyult még abban az órában. Ekkor a tanítványok külön oda mentek Jézushoz, és megkérdezték: mi miért nem tudtuk kiűzni? Jézus azt mondta nekik: hitetlenségetek miatt. Bizony mondom nektek, ha csak akkora hitetek volna, mint egy mustármag, s azt mondanátok ennek a hegynek: menj innét oda, oda menne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. Ezt a fajtát pedig nem lehet másképp kiűzni, csak imádsággal és bőjtel. Amikor együtt jártak, keltek Galileába, Jézus ezt mondta nekik: az emberfia az emberek kezébe adatik, megölik őt, de harmadnapra föltámad. Krisztusban, kedves testvérek! Úrszínváltozás ünnep körében vagyunk, és ez a mai történet, ez nem máskor zajlódik, mint amikor a tanítványok lejöttek a Tábor hegyéről. Onnan, ahonnan minden boldogságot átérezve jöhettek le. Nem véletlen, hogy Péter, Jakab és János Jézus társaságában, amikor megpillantották Jézus istenségét, azt mondták szinte önkívületi állapotban, hogy Uram, jó nekünk itt lenni. Mert igenis az embernek az Isten közelébe jó lenni. Az, aki már egyszer is életében megérezte azt, hogy milyen az Isten közelébe lenni, az nagyon is át tudja érezni azt, hogy mit érezhetett Péter, Jakab és János a Tábor hegyén. És az apostolok lejönnek a Tábor hegyéről, hiszen nem maradhattak ott, és ekkor találkoznak egy holdkóros fiúval, egy apával, aki kétségbe sem megy oda a tanítványokhoz, hogy hát valamit tegyetek már. Ez a gyermek már évek, évtizedek óta kínlódik. És a tanítványok ugye tele a táborhegyi eseményekkel, tele annak a boldogságával, tele annak a hitével és erejével megpróbálkoztak. De nem sikerült. Nem sikerült kiűzni ezt a fajt. Nem sikerült felemelkedni rajta. És akkor az apa talán kétségbeesésében még mélyebbre süllyedve oda megy Jézushoz, és azt mondja: Uram, valamit tegyél. Milyen érdekes, amit a tanítványok átéltek. Átélték az isteni boldogságot. Átélték az Isten közelségének örömét. Annak hitét, és ezzel átittatva le kellett jönni nekik a hegyről. Vissza kellett menni a világba. Ahol mivel találkoztak? Találkoztak újra a betegséggel, a megaláztatásával, az elesettséggel, a kiszolgáltatottsággal.
Sokszor mi is valami hasonlót élhetünk át, amikor talán vannak életünknek olyan pillanatai, vagy hiszem azt, hogy órái, napjai, amikor az ember érzi az Isten közelségét. Amikor elmegy egy búcsújáró helyre, vagy itt a templomban, vagy részt vesz egy lelki gyakorlatonak, az ember úgy érzi, hogy hát Uram, jó nekem itt lenni. Jó volt egy kicsit megállni, egy kicsit megpihenni, egy kicsit rád figyelni ebbe a világba. De nem maradhatunk ott örökké. Vissza kell mennünk a világba. Le kell jönnünk a hegyről, képletesen mondva, és mivel találkozunk a hétköznapokban? A gondokkal, a bajokkal, a megaláztatással, a kiszolgáltatottsággal, a magányossággal, a viszállyal. Mindazzal, ami körülveszi a hétköznapjainkat. És mit tudunk tenni ekkor? Talán mi is megpróbálkozunk visszagondolni az Isten közelségére, és ugyanazt tenni, mint a tanítványok. De hát ez nem elég sokszor. A tanítványoknál se volt elég. Mit mondott nekik Jézus, amikor kérdőre vonták, hogy hát mi miért nem tudtuk ezt megtenni? Azt mondta nekik, hogy ez a faj nem űzhető ki másképp, csak imádság és böjt által. Az embernek újra és újra meg kell újulnia, újra és újra fel kell töltődnie. Ugye milyen jó ma már vannak ezek a tölthető elemek. De ha lemerül, és nem töltöm újra, akkor nem tudom használni. Hát sokszor mi is lemerülünk. Nem csak fizikailag, talán azt sokkal hamarabb észrevesszük, de sokszor lelkileg is le tudunk merülni. Amikor már sokáig küszködik az ember. Egyszer egy híres professzor kísérletet csinált a tanítványaival, és megkérdezte tőlük, hogy hát mit gondolnak, milyen könnyű, vagy milyen nehéz egy pohár víz. Hát próbáltak ugye tudományos válaszokat adni a diákok, de a professzor aztán kihívott egy diákot, megkérte arra, hogy nyújtsa ki a kezét, kezébe adott egy pohár vizet, és mondta neki, hogy mit érzel, milyen egy pohár víz. Hát a diák azt mondta, nagyon könnyű. Aztán eltelt egy kis idő, vagy 10 perc, megkérdezte újra a professzor, hogy na most milyen nehéz egy pohár víz. Azt mondta, hogy hát most már egy kicsit nehezebb. Aztán eltelt egy fél óra, és a diák azt mondta, hogy hát inkább letenném, mert most már nagyon nehéz. Az emberi életünknek sokszor a gondjai, a súlya annál nehezebb, minél tovább hordozzuk. Minél tovább küszködünk vele, minél tovább az életünk része. Nem véletlenül mondja Dosztojevszki, hogy egy percre, egy órára hősnek lenni sokkal könnyebb, mint csendes hősiességben hordozni a mindennapokat. A sokkal nehezebb, mert akkor megérezzük azt, hogy milyen nehéz is tud lenni egy pohár víz. Kedves testvérek, a tanítványok lejöttek a Tábor hegyéről, és szembesültek a világ gondjaival. Mint ahogy mi is majd kimegyünk a templomból, és holnap, holnap után, azután szembesülünk a saját életünk gondjaival, amelyet sokszor hordoznunk kell. De vajon mit tudunk tenni? Nem más tudunk tenni, mint az Istenre figyelni. És hol találhatjuk meg az Istent Jézus szavai szerint? Az imádságban és a bőjtben. Az imádságra nem nekünk van szükségünk, ahogy Szent Ágoston írja. Nem nekünk van szükségünk, hogy az Isten tájékozódjon a mi életünkről, a mi dolgainkról. Hanem nekünk van szükségünk az imádságra, hogy mi tájékozódjunk az Isten felől. Mi tájékozódjunk a helyes út felől. Hiszen az imádságban az ember mindig megtalálja az Istent, megtalálja a helyes utat. És hogyha eltér egy pillanatra, vagy hosszabb időre, akkor ez lehetőség arra, hogy visszatérjen. Imádság és bőjt az, ahol az ember megedzheti magát, megedzheti a lelkét. Ahol tudja tartani az irányt, tudja tartani a helyes irányt. És csodákra képes, mint ahogy Jézus is csodákra volt képes. Nem a csodákból lesz a hit, ugye nem véletlen a közmondás, minden csoda 3 napig tart. Az ember elfelejti. A hit által lesz a csoda. Jézus is csak azoknak jelent meg húsvét után, föltámadása után, akik hittek benne. A farizeusoknak, a főpapoknak, Pilátusnak nem jelent meg. Csak akik hittek benne, és fel tudták őt ismerni. Adja az Isten, hogy mi is fel tudjuk ismerni az Istent hétköznapjainkban. Meg tudjunk erősödni
az ő közelségében, az ő szeretetében, hogy aztán a hit által mi is csodákra legyünk képesek. Amen. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Amen. János, Beáta, Mikárcsuk, Borondre, Azalán, Bence, szolgáljon, és nézd, hogy a mindenből látszó,
emlékezzék meg az új és az ő országában, mindig most és mindenkor sörökké. Hálát az Úrnak.
mi életetek is sokak érti ottatik, a bűnök bocsánat álljon. Köszönöm.
Bőrünk elköltözött, mi jobban járunk.